Ezentúl ez a 7 személyes kis teherautó segíti majd az Aparhanti önkormányzat dolgozóinak munkáját. Az új gépjármű beszerzése már időszerű volt, egy 23 éves autót cseréltek le erre. A tavalyi évben elnyert kommunális eszköz beszerzésére kiírt pályázaton nyert összegből vásárolták meg a járművet, valamint számos új eszközt is. Ennek keretében 10 millió forintból pályáztunk egy gépjárműre, a maradék 5 millióból pedig különböző kommunális eszközöket szereztünk be, így két lombszívót, kettő darab tolókaros fűnyírót, két darab oldalt kidobós fűnyírót, és a gépjárművet is már tavaly megrendeltük, sajnos eléggé csúszott a beszerzés, úgyhogy két hete vehettük át ezt a kis platós dupla kabinos Fiat Ducatót, amit már nagyon vártunk, mert egy 23 éves gépjárművet tudunk lecserélni végre, amivel hát nagyon sok gondunk volt az utóbbi időben. A fiúk majd itt kint fogják a területeken használni, van egy 5 hektáros szennyvíztelepünk, tehát oda kivinni a fűnyírókat, visszahozni, úgyhogy nagy területet tartunk majd karban ennek segítségével. Itt pedig már egy utcafelújítás képeit láthatjuk, szintén a közelmúltban fejeződött be ennek az útszakasznak az útburkolat javítása. A József Attila utca szintén a Magyar Falu programnak köszönhetően újult meg. Ez egy 440 méteres útszakasz. 40 millió forint pályázati összeget nyertünk el a pályázatnak köszönhetően. A felújítás 2022. májusában kezdődött el. A tervek szerint úgy volt, hogy június 30-áig befejeződnek a munkálatok, de sajnos elhúzódott egészen augusztus végéig. Nagyon nagy meleg volt, úgyhogy a betonozási munkálatokat így nem merték elkezdeni, nehogy kiégjen. Úgyhogy két hete került körülbelül átadásra. Időközben a megemelkedett alapanyagárak miatt az önkormányzatnak még 2,5 millió forinttal ki kellett egészítenie a pályázati pénzt, hogy befejezhessék az útszakasz felújítását. Az új lombfújógép már is jó szolgálatot tesz, hiszen a lehulló faleveleket ezzel sokkal könnyebb egy helyre terelni, mint a lombseprűvel. A temetőt és annak környékét teszik szebbé a dolgozók. Egy másik brigád pedig az apari kálvária stációinak a renoválásán dolgozik, aminek lassan a végére érnek. Ezt is pályázati támogatásból tudták megvalósítani. Ez is egy Magyar Falu programos pályázatnak köszönhetően újul fel az apari kálvária. Minden egyes stáció új alapra lett helyezve, ezt egyébként az önkormányzati dolgozók készítették el, az alap kiásását és az újrabetonozását. A pályázat maga a stációházaknak a szétszedését, letisztítását tartalmazza, illetve a fönt látható három kereszt is új alapra került, és azoknak a tisztítása is megtörténik. A végén pedig egy új szint is fog kapni itt. Megközelítőleg 5 millió forint pályázati pénz állt rendelkezésre az emlékművek renoválására, amit augusztusban kezdtek el, és szeptember végéig szeretnének befejezni.